Mai paradicsomi helyszíneket bemutató epizódunkban a bámulatos trópusi Bahama szigetcsoportra látogatunk. A 700 szigetből és barlangokból álló Bahama szigetek bolygónk egyik legcsodálatosabb térsége. Bikini túra. Játék a paradicsomban. Játék a paradicsomban. A gyönyörű paradicsomi szigeteken Lisa Gleave kalauzolja el önöket. Üdvözlöm önöket a szépséges Bahama szigetekről. Lisa Gleave vagyok. Modelljeink hamarosan bemutatják önöknek a sziget szépségeit. Kérem, tartsanak velünk. A Floridától délkeletre és az amerikai szárazföldtől 80 kilométerre fekvő kis sziget egy másik világ. Kolumbusz 1492-ben bukkant a Bahamákra, amely népszerű úti céllá vált a nyaralók körében. Ismerjük meg az első modellünket, az atlantai Teresa Norint. Egy helyi rádió által meghirdetett verseny kapcsán kezdtem el modellkedni. Úgy éreztem, hogy a külsőm megfelel a kívánalmaknak, ezért belevágtam. A Bahama szigetek káprázatos hely. A családok és a szórakozást kereső emberek is megtalálják a számításukat. Roppant barátságos vidék, és igazán autentikus. A helyiek nagyon kedvesek. Az Atlantis csodálatos hely. Egy rövid ideig építészetet tanultam, és el vagyok ragadtatva az itt látott épületektől. Még sosem láttam ilyen különleges építményeket. Tetszik a színviláguk, mintha az óceán közepébe csöppentünk volna. Ha a látvány felkeltette az érdeklődésüket, tartsanak velünk! Cindy Margolis a kedvenc modellem, mert sokan ismerik az internetről, és az én célom is ez. Létrehoztam egy weboldalt, és remélem, hogy hamarosan én leszek a legkeresettebb modell. Így elorozhatom Margolistól ezt a címet. A másik favoritom Cindy Crawford, mert nem csak szép, az üzlethez is ért. Ahhoz, hogy sikeres legyek a szakmámban, a szépségem mellett szeretném az eszemet is használni. A naplemente a legideálisabb időpont a forgatáshoz. A bőröm narancsfényben ragyog, és nem vakítanak a napsugarai. Nincs szükség rá, hogy árnyékot keressünk, és élvezhetem a nap melegét. Bízom benne, hogy szép felvételek készültek. A bikini túra hamarosan folytatódik. Folytatjuk paradicsomi utazásunkat. Következő modellünk Charity Hodges Los Angelesből érkezett. Nem ez az első utam Nassau-ba. Sokszor jártam már itt. Az egyik kedvencem. Minden alkalommal élvezem az itt létet, és egyszer szeretnék majd ezen a helyen élni. Kislánykoromtól szépségversenyeken veszek részt, sőt, az amerikai Miss Tennessee tini szépségversenyre is beneveztem, ahol életemben először fürdőruhában is meg kellett mutatnom magam. Ez lett a kedvencem, ezért szépségversenyeken már nem indulok, csupán fürdőruhás bemutatókon veszek részt. Jelenleg a zenei karrieremet építgetem. Én szeretnék lenni az első női rapper. 3 hete a demóanyagom vágásával foglalkozom. Lemezkiadó céget keresek, és tervezem az első videoklipemet. Remélem egy éven belül híres rapper leszek. Felnőttként modell példaképeim vannak.
Stephanie Seymourt mindig is szerettem. Ő az a lánya Guns N' Roses klipjében, aki hozzáment Axl Rosehoz. Gyönyörű nő. Nagy csodálója vagyok. Ha bárhová elutazhatnék a világban, bejárnám Európát. 2 hónapot szánnék rá, és elmennék Franciaországba, Olaszországba. Még sose jártam Európában. Számtalanszor megfordultam a karibi térségben, de elepedek a vágytól, hogy eljussak Európába. Ez az álmom, talán majd egyszer. Mellettem áll David, a Staniel K. Yacht Club tulajdonosa. David, mesélj nekünk egy kicsit a klub történetéről. 50 évvel ezelőtt létesült ez a hely. Az apám alapította egy társával 1950-ben. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezzel foglalkozhatok. Úgy hallottam, hogy számos filmet forgattak itt. Mesélj erről is. Igen, az első azt hiszem a Tűzgolyó volt. A James Bond film Sean Connery-vel. Jimmy Buffett pedig nemrég felvette a 10 legjobb karibi bár listájára a helyet. A hosszú fotózással telt nap után a lányok szívesen eresztik ki a gőzt egy szuper esti buliban. Gyertek, lányok! Nagyon jól éreztük magunkat a bárban. Vége volt a forgatásnak, a nap a vége felé közeledett. Vacsoráztunk egyet, és úgy döntöttünk, hogy kirúgunk a hámból. Táncoltunk a bárpulton, szórakoztunk, és remekül éreztük magunkat. Elmentünk vacsorázni, megittunk néhány italt, és belevetettük magunkat az őrületbe. Táncoltunk a bárpulton, bevontuk a buliba a helyieket. Szuper jó volt. Okay, királyhely! Ez megismételhetetlen volt, szóhoz sem jutok! Most indulunk haza! Következő modellünk Diana Grant, aki Nyugat Palm Beachből érkezett. Körülbelül 2 éve dolgozom modellként. A modellkedés előtt bébicsősz voltam. Egy 2 és egy 6 éves gyerekről gondoskodtam. Ez nagy hasznomra vált, de úgy érzem, sosem vállalok gyereket. Jó pofák voltak, de imádom a modell szakmát, jól is keresek, és nem akarok mással foglalkozni. Imádok táncolni. Élvezem, mikor mindenki engem néz. Rázom a popómat és mozgok a zene ütemére. Szeretek a csajokkal táncolni, és szeretem magam jól érezni. Erről szól az életem. Akkor érzem magam szexinek, ha dögös ruhában vagyok. Ha ki vagyok sminkelve, és a hajam be van állítva, szívesen megyek el szórakozni a barátaimmal. Mindenki maga biztos, és csodálatosan érezzük magunkat. Ilyenkor dögösnek érzem magam. Ha választhatnék egy úti célt, én Ausztráliába mennék. Még sosem jártam ott, és nagyon izgalmasnak tartom. Szeretném megnézni a kengurukat. Biztos szép helyeket találnánk, ahol elkövethetnénk mindenféle őrültséget. Modelljeink kipróbálhatják ezt az atlanti-óceáni fürdőt. Nézzük meg! A tengervizes medencébe egyenesen az óceánból szivattyúzzuk a vizet, és 30-35 fokosra melegítjük. Mivel sós óceánvizet töltünk a medencékbe, ugyanúgy működik a felhajtóerő, tehát az emberek lebegnek a víz felszínén.
Amint belép valaki a fürdőbe, abban a percben magával ragadja a hely különlegessége. Lehet, hogy nemrég még New Yorkban volt, de a víz szaga és aromája azonnal elkábítja. Remek volt a sós vízű fürdő, ahová szívesen ellátogatnék újra és újra, mert fantasztikus volt. Vízköpőkön zúdult le a víz, amely alatt tökéletesen ellazultunk. Olyan volt, mintha masszíroznának. És a hangulat is csodálatos volt. A medence melletti teraszon masszázs vehető igénybe. A szabadon áramló víz lazító hatása mellett két képzett szakember kényezteti a vendégeket. A bikini túra hamarosan folytatódik. Folytatjuk bahamai utazásunkat Lisa Gleave-vel. Következő modellünk, Shishonia Francesca, Új-Mexikóból érkezett. Fantasztikusan érzem itt magam, gyönyörű ez a hely. Sokan azt hiszik, hogy a modellek órákig készülődnek, ami akár igaz is lehet, de a szűkös idő miatt egy pillanat alatt kész kell lennünk. Ilyenkor kicsit idegesítő tud lenni, hogy a homok beleragad a hajunkba, de mindig sikerül kiráznunk belőle. A Blackbird szigeti kirándulás volt az abszolút kedvencem. Csodálatos környezetben forgattunk. Olyan volt a hely, akár egy festmény. Remek volt Bix, a tervező és Blake a stylist, és káprázatos lett a végeredmény. A víz simogató volt, a homok puha, és a szél is lágyan fújt. Nem volt túl hideg, csak egy lehelletnyit, amitől elevenebbé váltam. Amikor modellt állok, úgy érzem, egy másik világban járok, mintha egy másik zónába kerülnék, ami mámorító érzés, mert szexinek és boldognak érzem magam, és ezt szeretném átadni a kamerának. Ez a munkám legjobb része, amit nagyon szeretek, és sosem adnék fel. A lányok kiruccannak egy városi bevásárló körútra. Lássuk! Ha a Bahamákon járunk, okvetlenül meg kell néznünk a helyi bolhapiacot, ahol rengeteg holmi kapható. Vannak itt táskák, ékszerek és a helyiek által készített kézműves termékek. Egy valami nem kérdés, mi imádunk vásárolni. Fülbevalót, ez mindenhez megy. Következő modellünk Charlotte-ból érkezett. Ő Shana Prevett. Imádok a Bahamákon forgatni, mert nagyon rövid a repülőút, és szeretem a trópusi vidékeket. Ráadásul fantasztikus a szállásunk az Atlantisban. A másik nagy kedvencem a Bahamákon, ahol szintén sokat forgattunk, Nygaard Kay. Úgy fest, mint a svájci Robinson család és a maja romvárosok együtt. Tiszta őrület!
Elképesztő. A hálószobák a víz fölött lógnak. Víz folyik a fából, a falakat pedig kagylók borítják. Fogalmunk sincs, hol a fürdőszoba. Elmebeteg az egész. Az ember mindig felfedez valami újat, ha körbesétál. Remek forgatási helyszín. Én nem modellkedni kezdtem, hanem egy bikini szépségverseny hozta meg a lehetőséget 3-4 évvel ezelőtt. Amikor hemperegnem kell a homokban, vagy vizes leszek a szeles hideg időben, arra gondolok, hogy jó lesz a végeredmény. Ez fejben dől el. Előfordul, hogy vacogok a felvételkor, de túlteszem magam rajta. Ha választhatnék a világon egy úti célt, én Dél-Afrika vagy Ausztrália mellett voksolnék. Rengeteg jó dolgot hallottam ezekről az országokról. Már is indulhatunk. A Stuart Coves egy világklasszis búvárközpont, melyet jól ismerhetünk a hollywoodi filmekből. Most megmutatjuk, hogyan boldogulnak a lányok a paradicsomi környezetben. Búvárhajós kirándulásokat szervezünk azoknak, akik nem szeretnének búvárruhát húzni. Ehhez még úszástudás sem kell, csupán egy fürdőruha és kalandvágy. Hová lesz a kirándulás? A Golden Key-re tartunk, amely egy kis sziget, és nyaranta madárrezervátummá válik. A lányok ezekre a buborékmasinákra szállnak. Mik ezek? A neve Sub, ami egy víz alatti panoráma buborék. Az a jó benne, hogy még a hajatokat sem kell összevizeznetek. Felpattantok, és rögtön a vízre bocsátunk titeket. Karin is gulsz! Próbáltad ezt már valaha? Nem, de alig várom, hogy bepattanhassak. És körülnézhessek a buborékomban. Készen álltok? Én igen. Megszületett az ötlet, és elindítottuk ezt a programot, ami kitűnő lehetőség azok számára, akik szeretnék megtapasztalni a víz alatti világot anélkül, hogy búvárruhát öltenének. Nagy sikere van a kezdeményezésnek, amely új világot nyit meg az emberek előtt. Úgy 30-35 percig lesznek a lányok a buborékban, amelyhez egy búvárpalackot rögzítettünk. A palack megnyitásával a buborék levegővel telik meg, amelynek hatására csökken a víz szintje. Na, milyen volt? Káprázatos volt. Először féltem, de aztán erőt vettem magamon, és végigcsináltam. Remekül éreztem magam. Mi volt a legjobb a merülésben? Az, hogy tudtam lélegezni a víz alatt. Úgy éreztem magam, mint egy hal vagy egy sellő. Nagyon-nagyon izgalmas volt. Hamarosan folytatódik a bikini túra. Folytatjuk utazásunkat háziasszonyunk Lisa Cleave vezetésével. A lányok ellátogatnak egy kaszinóba, ahol próbára tehetik a szerencséjüket. Nézzük meg! Ezek a külső mezők, ahol a minimum tét $5. Ruletleckéket vettünk a szállodában, ami szuper volt, mert eddig én csak a fekete és a piros számokról hallottam, de most megtanultam a szabályokat, úgyhogy most már a legjobbakkal is felvehetem a versenyt. Ez az! Nyerni akarok! Nagyon jó! Nincs több tét! Na, vajon mi lesz? Egyes! A rulettezés volt a kedvencem, mert még sosem próbáltam. Nagyon fiatalon megtanultam kártyázni. A nagymamám mutatta meg a szabályokat. Bár a ruletten nem nyertem, de talán majd máskor. Azt kérem,
A 14-esre. Helyezzék el a téteket. Még sosem rulettesztem, de most megtanultam. Mától sokkal magabiztosabban fogok játszani, ha arra kerül a sor. Hölgyeim, jól érezték magukat a rulettasztalnál az Atlantisban? Igen! Következő modellünk Karen Douglas Floridából. Modell vagyok. Egy ingatlan ügynökséget vezetek, és mindkettőt nagyon élvezem. Azt szeretem a modellkedésben, hogy szexi lehetek. Jól érzem magam, és roppant izgalmas. Imádom Jenny McCarthy-t, Carmen Electra-t és a többieket. De kedvelem Giselle-t, Victoria's Secret-et is. Van egy csomó lány, akik sugározzák magukról, hogy élvezik, amit csinálnak, de egyben izgalmasak is. Ezt kell eltalálni. Ha jó az operatőr, gördülékenyen mennek a forgatások. Megnyugtató érzés. Az ember nem mindenkivel képes együtt dolgozni, de ha egymásra találunk, sokkal könnyebb modellt állni. A többi modell vagy megkönnyíti, vagy megkeseríti az utat. Ha jó a csapat, az érzékelhető a fotókon vagy a felvételeken is. Ez az út ragyogóan sikerült. Az a jó, amikor a többiekkel finoman viszonyulunk egymáshoz. Ilyenkor sokkal könnyebb a közös munka. Bahamák egyik legmenőbb éjszakai szórakozó helye, a Dragons. Megmutatom miért. A Dragon Club hihetetlenül jó hely. Gyakran lemegyünk, és mindig jól érezzük magunkat. A táncparket nem túl nagy, de mindenki elfér, és hatalmasat bulizunk együtt a tömeggel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Liza Glebe vagyok. Találkozzunk legközelebb. Magyar hangok. Bális Anett, Galambos Péter, Sipos Eszter, Kelemen Kata, Litsei Bori, Kádár Lilla, Vámos Móni. Karin, készen állsz? Indulunk a buborék... buborék buvárkodni? Igen, már alig várom. Magyar szöveg Udvaros Melinda, hangmérnök Erdélyi Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot az AXM megbízásából az SDI Media Hungary készítette.